Úgyhogy itt van ez a nagy fémdoboz amit említettem még a hét elején Hogy egy ilyen fémdobozzal fogjuk lejátszani a mérkőzést És hogy egy ilyen fémdobozban van 6 csomag kártya 2 XXL limitált kártya Illetve 2 normál limitált kártya És ugye egy ilyen fémdoboz 4500 forintba kerül, szerintünk ezéri éri meg a legjobban ugye a limitáltak miatt, úgyhogy nem is akarom tovább húzni a szót, ugye az XXL limitáltakkal gólt nem lehet szerezni, itt közben feltépjük a perforációt, viszont a sima kicsi limitáltakkal már lehet gólt szerezni, úgyhogy megnézzük, hogy az olaszok vagy a dánok nyerik ezt a EB döntőt, azt az is lehet, hogy ez a videó megmarad egy ilyen, mi lett volna, ha Dánia jut be az EB döntőbe. Ki is szedjük a papírdobozból a féldoboz, leszedjük a tetejét, és először megnézzük a kettő ö, XXL limitált kártyát, közben meg egy bogár idepofát lankodott az asztalra, itt jól berepült a nyitott ablaknál. Ugye az egyik egy kapust lesz, mint láthatjátok, hát ki más lenne, hanem Gulácsi. Harmadjára nyitjuk ki Gulácsi XXL lapját, de mi mindig nagyon örülök neki, hiszen mindig jó, ha van egy jó kis XXL kártya. A másik pedig egy Sigér Dávid. Neki meg már a sima limitált lapját nyitottuk kétszer. Vegyük ki még itt a limitáltakat, bár elég furán van itt most bepakolva a dobozba a sztori, de kiszedjük a hat csomagot, és ugye még régen úgy nyomtuk ezeket az elbés mérkőzéseket, hogy hat csomaggal három csomag első fél idő, három csomag második fél idő, és ezt a fémdobozból ezt a kis papír tartóz is kiszoktam tenni, hogy ugye több kártya férjen bele. Fémdobozt ide oldalra kitesszük, mert azért jól néz ki, leszámoljuk a pakkokat, ugye három csomag első félidő és három csomag második félidő, de először nézzük meg a kettő limitáltat, és mind a kettő egy támadó lesz. Most fordítsuk így háttal őket, egyik egy Kylian Mbappé, Franciaországból, hát Mbappé sokat nem mutatott magából az RB-n konkrétan így semmit, úgyhogy nem az Mbappé matricákból fogunk sajnos meggazagodni itt az elbé alatt, viszont a másik kártya, szintén egy francia, Martial, úgyhogy gól nem jött, viszont két franciát nyitottunk. Eredményjelzőt behozom, és akkor nyomjuk is itt a mérkőzést első félidő első csomagjával, és nézzük, hogy az olaszok vagy a dánok nyernek, a dánok elképesztő utazáson vannak túl itt az egyben, ugye mi sajnálatos dolgok történtek, és van egy szalai Ádámunk, és rácok, már nincsen videó magyar lapnyitása nélkül itt, elképesztő. Minden videóban nyitunk már egy magyar lapot. Nagyon örülök neki. Alatta van egy cseh, Cufál, aztán egy szlovák játékos, Kriszti, aki. Okay. és majdnem azt mondtam, hogy az angolok megszerzik a vedetés, de nem, mert ugye olasz mérkőzés játszunk, Trippier lapja van még Angliából, van itt nekünk egy kódlap, és nézzük a két különlegest. Az egyik egy Darida, fejenszövőrít a csehektől, a másik pedig egy Rüdiger difenzívrák Németországból. Úgyhogy az első pakból nem jött gól, de hát van még egy csomag, bármi megtörténet, lehet a Dánok mindjárt itt megsorozzák az olaszokat, vagy éppen fordítva. Van nekünk egy Szeferovics, Svájcból, alatt egy Dimitrievski, Macedón, aztán Szemenov, Cigánkov, és ott van Csiro Immobile góljával, vezetnek az olaszok egy nullára a Dánok ellen az első fél időben. Nem kell -e sokat várni arra a gólra. Aztán Král, egy kódlap, nyugodtan váltsátok be az abban, Nézzük, van itt egy támadó. Egy Dán Multipül, Pulzen, és Dolberg. Egyenlítenek is a Dánok. Itt a csomag végén. És van nekünk még egy kártyánk, aki egy Egdál fenszőrít a svédektől. Úgyhogy srácok, egyből jött az a Dán válasz. Egy egy a mérkőzés állása. Az első fél idő utolsó csomagja jön. És nézzük, hogy itt mire mennek a srácok. Hát Donnaruma, Olaszország. Kettő egyre vezetnek az olaszok. De hogy vezetnek kettő egyre? Havasz góljával már 2-2. A Dánok egyből tudtak válaszolni. Alatta Augustinson Svédország, egy Alexander Arnold angoloktól, Daniel James, illetve egy Macedón elmász kódlap, és nézzük a két különlegest. Az első egy osztrák mez, alatta pedig egy portugál Ruben Neves Úgyhogy elég golgazdag első fél vagyunk túl, főleg itt a már első fél végén történtek az izgalmak, Donnarumma aztán Vász góljával. 2-2 jelenleg az állás. Van még három csomag. Ha így jönnek a gólok, akkor ki tudja, mi lesz még itt a végén. Úgyhogy bontsuk is a második csomagot, és írjátok meg, kommentet, kinek szurkoltak, szerintetek ki fog nyerni este, az olaszok vagy a dánok. Mindenképpen írjátok meg kommentben, mert nagyon érdekel, hogy ti kiknek szurkoltak, vagy szerintetek ki fog nyerni. Na de van nekünk Oroszországból egy zikije, alatta egy száncsó az angoloktól, egy milik, aztán egy kurtá belgáktól, egy szlovák játékos, illetve Jensen Finnországból kódlap, és nézzük is a különleges kártyákat. Varán Fenszőrit franciáktól, illetve egy Finn Pukki äh, Secret Hero, Platinum kártya, hogy világít a sötétben, és már őt is megnéztük, hiszen az összes világítós lapot már megvizsgáltuk itt videóban, ha jól emlékszem. Úgyhogy menjünk is tovább itt a második csomagra, de majd az album újra végig megyünk a világítós kártyákon. És nézzük, és egy Dán, egyből. Hölgybjerg. Forítanak a Dánok, 3-2-re az olaszok ellen. Aztán egy Quincy Proms, hollandoktól, Karavev, Ukrajnából, Mbappé, egy osztrák Zabicer, illetve Elmász újra. Hát Elmász azért nagyon sűrűn nyitjuk. Elég gyakori lapnak mondható. Egy kódlap, és nézzük is. Egy Gyorisz a franciáktól, alatta pedig egy Kramaric a horvátoktól. Hát srácok, nagy bajban vannak az olaszok. A Dánok 3-2-re vezetnek ellenük. Utolsó csomag jön itt a fémdobozból, és nézzük, hogy az olaszoknak van -e esetleg bármi válasza itt a Dán vezetésre, vagy a Dánok ezt már behúzták. Malinovsky Ukrajnából, Kamara Finnországból, Tillmans, még egy pin, Pajánpáló, aztán Klaesson, Svédektől, van itt nekünk egy kódlap, és nézzük a három különlegest. Ugye lesz egy kapus, aki dehá, spanyoloktól, Goldstapper, lesz egy védő, egy Finn Multiple Meister and Prodigy, illetve van nekünk még egy Pekarik a szlovákoktól. Hogyha a srácok itt a olasz VS Dán EB döntő szimulációban, a Dánok legyőzték egy fordulatos mérkőzésen az olaszokat, ugye? Amikor az olaszok szereztek gólt, egyből válaszoltak a Dánok, aztán Hölgybjerg a végén megszerezte a Dán vezető gólt, és ezzel 3-2-re legyőzték az olaszokat. Magyar napot is nyitottunk újra, úgyhogy szerintem egy elég király videó volt. Srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, és írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek -e látni a másik párosítás, ha mi lett volna, ha Olaszország Angliával játssza le a EB döntőt. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a videó, estére jó szurkolást, jó mesnézést, addig is legyetek jók, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!